sok jót nem tudok mondani, mert egyelőre nem arra felé halad, hogy csökkenne a háborús feszültség, illetve a maga a hadműveletek intenzitás. Így kezdte Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai vezetője Szekszárdon tartott előadását. Az ukrán-orosz háború már egy teljes hete tart, aminek már látható gazdasági következményei is vannak, nem csak Magyarországon, de egész Európában. És vélhetően ennél csak rosszabb lesz, hiszen az Európai Unió több büntetést is kiszabott már Oroszországra. Majd meglátjuk ugye, hogy az európai szankciókra milyen orosz ellen szankciók jönnek. Szerencsére Magyarországnak hosszú távú szerződése van, és azért a kapcsolataink azért jobbak, mint az átlag európai országoké, tehát reméljük, hogy az orosz ellen szankciók, vagy én hiszek abban, hogy az orosz ellen szankciók nem fogják a magyar gázellátást érinteni. De a háború önmagában is rendkívül rosszul hat az egész világ gazdaságára, tehát a mi gazdaságunkra se fog ez jól hatni. A szakember elmondta, most azt látják, hogy inkább élesedik a konfliktus, és egyelőre nem a diplomáciai megoldás felé tartanak a felek, pedig az lenne az egyetlen megoldás. Ez ugyanolyan váratlanul bekövetkezhet, mint amilyen váratlanul indult ugye 3 hónappal ezelőtt ez a válság, és amennyire sokak számára váratlanul tört ki maga a háború. Ugye nem látunk bele ezekbe a folyamatokba, nagyon kevés dolog szivárok ki ezekről a dolgokról, de ha nem, akkor ez a háború még azért hetekig, hónapokig elhúzódhat. Bár eddig meglepően hatékonyan védekeztek az ukránok, most mégis a harci eseményeknek a kiszélesedését láthatjuk, tette hozzá Demko Attila. Napról napra jelentősen növekszik mindkét ország vesztesége, és ezáltal a világgazdaságé is. A szakértő azt is elmondta, Magyarország ugyan gazdaságilag partnere Oroszországnak, de ezt az akcióját mindenki határozottan elítéli. Olyan dolgokban, mint mondjuk sok európai ország fegyvert küld Ukrajnának, ebbe szerintem nem szabad részt vennünk. Örülök neki, hogy a kormányzat így döntött, hogy nem küldünk fegyvert, egész egyszerűen azért, mert akkor óhatatlanul is előbb-utóbb felmerülne az a veszély, esély, hogy belesodródunk a konfliktusba, pedig Magyarországnak ebben a háborúban nem kell részt vennie, nem szabad részt vennie semmilyen módon, kivéve úgy, hogy humanitárius segélyt adunk, befogadjuk a menekülteket. A felmérések szerint Magyarországra érkezett eddig a második legtöbb menekült, több mint 90 000 embernek nyújtott már hazánk segédkezet.